Felsőnyéken az önkormányzat szem előtt lebeg a település fejlesztésének lehetősége, és ehhez megragadnak minden adódó alkalmat, ami ehhez forrást biztosíthat, mondta el Debella László polgármester. Amikor én polgármester lettem, már akkor is tudtam, hogy végül is egyetlen egy igazi lehetőségünk van, vagy lesz a turizmus. Mert ehhez minden adottsága megvan a falunak. Csak azt mondtam, hogy az lesz az első cél, hogy mindent fel kell újítani. Minden szépé kell tenni, mert hogyha ide jön egy vendég, akkor ugye annak szállás kell, ha szállás van, akkor gasztronómia kell, és hát látványosság. Az, hogy szép legyen a falu, hogy el tudja mondani az utána következőknek is, hogy érdemes volt idejönni. jönni. És amikor megkerestek a belügyminisztériumból, hogy én hogy látom, hogy hogyan kéne a falut kivezetni, előrevezetni, egy gazdaság élénkítés járni, akkor ugyanezt elmondtam, hogy bizony itt a lehetőség, ez a falu megmaradt ugyanolyan szépnek, mint amilyen volt. Ugye már tudjuk, hogy több ezer éves történelmünk volt, már a kelták lakták ezt a falut, háromlépcsős várat építettek majd itt ment át rajtunk a római hadiút, a Székesfehérvár Pécsi, és most azt kell megragadnunk, hogy itt fog átmenni rajtunk a kerékpárút, ami szintén Pécsről, ö, felsőnyéken keresztül a Balaton körútra el lehet ma jutni kerékpárral. Na most ebből kiindulva azt mondtuk, hogy ez a gerinc, a kerékpárút, ez nyilván a turizmust élénkíteni fogja, azt is tudjuk, hogy kerékpározni már szinte mindenki szokott, a településen átkerékpározókat pedig szeretnék mindenképp megszólítani és megmutatni, miért érdemes hozzájuk látogatni. Megvettük a bakterházat, ami közvetlenül ugye a kerékpárút mellett van, abból egy információs központot szeretnénk létrehozni, és ugye még nem is mondtam, hogy a géppályázatban akkor azt vállaltuk, hogy három főt tartósan alkalmaznánk. Erre létrehozunk egy KFT-t, és akkor elkezdtük összeszedni, hogy na igen, de akkor mink van még a faluba. Először azt gondoltuk, hogy semmink. Hát mit tudunk megmutatni? És akkor tényleg elkezdtük összerakni, hogy hát dehogy nem, hát itt az asszonyok horgolnak, horonyképeket csinálnak. Van, aki ugye füstöltáróval füstö foglalkozik, van borászatunk. A településtől nem messze halastavak adnak kikapcsolódási lehetőséget, a többnapos horgászathoz pedig szállást is tud biztosítani a falu. Van egy panziónk, van egy 140 főre főző teljesen felújított konyhánk. Ezt a panziót is felújítottuk, már hat szobás, vizes blokkos. Tehát, ha valaki ide jön, már most meg tud szállni. Sőt, mivel hogy tapasztalatunk van, azt is látjuk, most nem csak a háború miatt, hanem valóban hétvégeken bizony megtelik a panziók. Tehát ez a hat szoba van, hogy még 18-20 fő is itt tartózkodik. A már meglévő attrakciók mellé állítva a település fejlesztési terveit Összeállt az a pályázat, amit a belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjában nyújtott be felsőnyék. Ez csak egy irány. Tehát meg tudunk határozni ezzel egy irányt, hogy a nemzedék, a következő nemzedék, a fiatalok megtalálják itt magukat. Mert hogyha bármit csinál, és bármi olyan terméke lesz, mit tudom, hűtőgép mágnes, azt is el lehet adni a turistának, ha ide jön. Tehát én nem azt mondom, hogy ebből majd mindenki meg fog élni, de aki pluszt vállal, plusz teljesít, oda tud tenni bármilyen választékot az asztalra, mert ha jön egy vendég, annak ugye majd kell reggeli, esetleg kell ebéd, ha reggelit akarunk adni, ahhoz esetleg saját szalámi, saját fölvágott, vannak sajtkészítőink, aki kecske sajtot készít, méhészeink, aki különböző méhészterméket ad. Tehát ezt mind oda lehet tenni, és plusz bevételt eredményezhet. Nyár közepére derül ki, hogy a 270 millió forintos pályázat milyen elbírálásban részesül.